Vasárnap este a Richter skála szerinti 7-es erősségű földrengés történt Lombok szigetének északi részén. A rengés annyira erős volt, hogy Balin is hosszan éreztük, elképzelni sem tudom, mi lehetett Lombokon. A történtek után a hatóságok szökőáriasztást adtak ki, amelyet nem sokkal később visszavontak. Jelenleg nincs szökőáriasztás érvényben a környéken. Ma, azaz hétfő estig a rengés több mint 180 utórengés követte, ezek közül többet Balin is lehetett érezni. Balin jelentősebb kár nem keletkezett, néhány épület és jármű megrongálódott, többek között egy kutai bevásárlóközpont parkolójában. Balin két halálos áldozata van a történteknek, egy indonéz férfi szívrohamban vesztette életét, miközben menekült ki az épületből, és egy hölgyre pedig ráomlott a fal. A természeti katasztrófának idáig 98 halálos áldozata és 236 sebesültje van Lombokon. Több ezer ember veszítette el otthonát és töltötte az éjszakát a szabad ég alatt. A közelben lévő Gili-szigetekről a mai napon közel 2700 ember telepítettek ki, és az evakuálás még mindig tart. Rengeteg turista várja a lomboki reptéren, hogy elhagyhassa a szigetet, mind a lomboki, mind a denpasári reptér nyitva, de a járatok telítettek. Az, hogy várható-e további földrengés, azt senki nem tudja megmondani biztosan, ezért aki teheti, érkezzen felkészülten a szigetre. Amit te is tehetsz, ha a közelben vagy, készítsd össze a legszükségesebb holmikat egy táskába, fontos papírokat, némi pénzt, zseblámpát, ruhát, és éjszaka aludj az ajtóhoz közel, hogy minél előbb ki tudj szaladni, ha vészhelyzet van. Akkor szaladj ki a házból, ha a körülményekhez képest biztonságosnak ítéled a helyzetet, ellenkező esetben keress egy olyan tárgyat vagy bútort, amely alá bújhatsz. A fejedet védd egy takaróval vagy a karoddal, ha nincs más. Ha elhagyod a házat, lehetőleg fuss messze bármilyen épülettől, falaktól, villanyvezetékektől, liftet ne használj. Kérlek, ha tudsz, segíts te is a földrengés károsultjainak. Ha a közelben vagy, segíthetsz az alábbiak vásárlásával. Rizs, olaj, cukor, tea, szárazbab, halkonzerv, takaró, ruhák, pipere dolgok. Az alábbi helyekre tudod őket eljuttatni, vagy szólj nekem és segítek koordinálni. Ha messze vagy, de segítenél, szintén az alábbi alapítványokhoz tudsz anyagi segítséget küldeni az alábbi elérhetőségeken, vagy szintén szólj nekem és segítek. Szombaton, azaz augusztus 11-én jótékonysági ételárusítást rendeznek Ubudban, ahol a teljes bevételt a károsultak megsegítésére fordítják. Gyere el, ha tudsz! Érdemes megbízható friss hírportálokról tájékozódni az aktuális helyzetről. Mindenki nagyon vigyázzon magára!